Tenke község Erdélyben, Bihar megyében, Nagyvárattól 40 km-re délre, a magyar határ közelében, a Fekete-Körös mellett fekszik. 1899. november 5-én, harmadikként Erdélyben, de jóval hamarabb, mint a szomszédos Szalontán, mellszobrot állítanak az úgymond nemzet atyának. A bronzból készült mellszobor, amely Kossuth idősebb arc kifejezését ábrázolta, 72 cm magas volt, és egy 225 cm magas, 54 cm széles, felül 39 cm-re keskenyülő, tiroli márványból készült talapzatra helyezték a református leányiskola melletti parkban. Készítői Gerendai Antal és fia, Gerendai Béla, budapesti szobrászok. 1920-ban a szobor eltűnt. A legenda szerint valakik így akarták elejét venni annak, hogy a közhatalom változás miatt megsemmisítsék. A művelet olyan jól sikerült, hogy a szobor azóta sem került elő, pedig a 90-es évek elején még fémdetektorokkal is átkutatták a szóba jöhető helyeket. Berke Sándor tiszteletes elmondása szerint egy napon azzal fordult hozzá egy idős ember, hogy pár nap múlva felkeresi és elárulja neki, hol a szobor, mert ő az utolsó, aki tudja. Sajnos erre már nem került sor, az illető hirtelen meghalt, s vele, ha valóban tudta, sírba szállt végleg a titok is. A szobor talapzatát időközben a református templom kertjébe költöztették át. Fábián József, tenkei tanár, áldász kitartással gyűjtögette a történelmi adatokat tenkéről írott monográfiájához. Dicséretes kutatómunkájának köszönhetően ma már azt is tudjuk, hová menekítette, ásta el az a maroknyi önfeláldozó magyar 1919-ben a Kossuth szobrot. Kellő időben került le talapzatáról, ugyanis az újonnan oda került román hatalom a szobor eltüntetésére készült éppen. Helyére a román hatalom Brătianu szobrát állítatta, melyet azonban 1944. szeptemberében a magyar katonák távolítottak el, állítólag a Kossuth szoborral azonos sorsra juttatva elásták. A nyíradonyi Móri Zsigmond Művelődési Ház dolgozói lépéseket tettek nemrég azért, hogy Tenkének újra lehessen Kossuth szobra. E lakatos aranka alkotását 2008. június 15-én leplezték le. Ez az új szobor a régi talapzatra került. Fehér márvány 3 méteres obelisz tetején látható a klasszikus Kossuth bronz mellszobor. A magyarországiak, a Nemzeti Civil Alapprogram, Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció kollégiuma pályázati támogatásával ajándékozták ellakatos aranka Kossuth szobrát a tenkeieknek. A szoboravatási ünnepségre vasárnap 2008. június 15-én került sor. A 10 órakor kezdődött istentiszteleten Csüri István megbízott püspök szolgál. A szobor leleplezése után az ünnepség a nyíradonyi tánccsoport Balla Tibor kunszentmártoni népzenész és a tenkei református énekkar közreműködésével az Egyházközség művelődési központjában folytatódott. Az avató ünnepség szeretett vendégséggel zárult, a perselyes adakozás bevételét
a művelődési központ további építési munkáira fordítják.